Na, szia, Mia! Én Viktor vagyok, és ez pedig itt a Recycling. És a mai videóban, a múltkori epizódon felpusztulva megtekintjük az antik háztartási eszközöket. Ugye azt már múltkor is említettem, hogy igen nagy hátrány volt az az embereknek, hogy nem volt áram. Ez még egy szenes hasonló. Hát azért súlyba is ott van, tehát ezzel bizony lehetett edzeni. Meg hát azért technikailag is nem volt egyszerű egy ilyet kezelni. Itt van egy ilyen kis zármechanika. Ezt kinyitva, itt kellett ugye betölteni a szenet, vagy a parasat. Utána ezt szépen be kellett fűteni, be kellett lengetni. Ezt még segítette ez a kis szabályzó is, itt hátul. Hát ez körülbelül ugyanaz, mint a mai elektromos vasalókon a hőfokszabályzó. Nagyon azért szabályozni nem lehetett, tehát itt ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyjából úgy vasaltak, ezért alakult ki a vasalási sorrend, amit szerintem legtöbb helyen mai napig tartanak. Tehát előbb a nagyobb, durvább dolgokat, nadrágok, pulóverek, ilyesmik, tehát azokat vasalták, és utána jöttek a finomabb anyagok, az ingek, meg a blúzok, illetve a fejkendők, mert azok ilyen finom selyemből voltak, úgyhogy azokra kellett a legjobban vigyázni. És akkor volt ez a vasalóhoz ilyen talp, ilyen alumínium talp, illetve a még régebbi változatoknál az is rész volt. És akkor ezt így szépen rá lehetett tenni, hogy ne az asztalon égessünk egy nagy lyukat. Ez egy ilyen jó kis hőelvezető cucc volt. Szintén sokat dobott az elektromosság a darálókon, mert hogy ezeket is régen ugye egy jó kis edzés volt, mire mondjuk ledaráltunk egy adag húst, vagy betöltöttünk egy adag kolbászt, mert ugye ezekkel ezt is lehetett. Maga a mechanikai része gyakorlatilag szinte semmit nem változott hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, sőt, azt is mondhatom, hogy évszázadon keresztül, nehogy tényleg elég régi találmány. És akkor ennek ugye voltak különböző feltétjei, illetve vannak mai napig is az elektromos változatokon is. Egyrészt ugye maga a kolbász hurka töltő, ami egy ilyen csőr, arra kellett ráhúzni a belet, és akkor ezt tekerve, ez folyamatosan nyomta bele a cuccot, illetve ugye létezik ilyen süteménykészítő dolog is, amivel a darálós keksz készül, ami egy nagyon-nagyon finom sütemény. Na és akkor íme ez a szép kis darab, ezt már láthattátok, nem csak most a bevezetőbe, hanem korábban is, mert erről már készítettem egy videót, amiben én ezt felújítottam. Ez egy kis bárd, egy úgynevezett csirkebárd, tehát ezt kifejezetten csirkékhez használták. Ez abból tudható, hogy picike. Ezt én egy garázsvásáron szereztem, jól emlékszem, nagyon kemény összegért, ilyen 200 forint körül. Ez egy gyönyörű antik bárd, ott látható egy mesterjel, úgyhogy ez garantálja azt, hogy ez egy kiváló minőségű acél. Elég ramaty állapotban volt, igazából a vasalót is én újítottam föl, de sajnos erről még nem készült videó. Igazából nem csak antik eszközök vannak itt, tehát elég széles a skála, van itt olyan, ami még múlt századbeli, mármint hogy nem 2000 előtti, hanem 1900 előtti, de viszont van olyan is, ami csak pár évtizedes, tehát jó, antiknak nem mondanám, inkább csak a retrónak. Ilyen például ez a citrusprés is, egy nagyon-nagyon szép darab. Ehhez is valami hasonló rendezvényen jutottam, vagy valami bolhapiacon, vagy garázsvásáron, már nem emlékszem. A lényeg az, hogy ezt ugye így felnyitjuk, ide megy bele a félbevágott citrus, akár citrom, narancs, és akkor így lehet szépen kipréselni, ugye alá tesszük a poharat, és akkor nagyon szépen kifolyik a leve. Ezt én szoktam használni, nagyon-nagyon hasznos dolog, tényleg nagyon jól működik. És akkor van itt még egy hasonló dolog, ami
viszonylag egész fiatal, ezt is inkább csak retrónak mondanám, sőt lehet, hogy ez még fiatalabb, mint az a citruspress. Egyébként van itt nagyon-nagyon sok olyan dolog, amit a fiatalabb generációk szerintem tuti, hogy nem ismernek fel. Tehát itt rengeteg olyan cucc van, szerintem ezeknek a dolgoknak a 90%-ával fogalmuk nincs a fiataloknak, hogy micsoda, vagy ha igen, akkor az pozitív dolog. Ez például egy sajt szeletelő, ez egy márvány lap, szintén márvány fogantyú, ide kell ugye behelyezni a sajtot, és akkor ennek a húrnak a segítségével nagyon-nagyon szép szeleteket lehet egyébként vágni. És akkor következzen az egyik személyes kedvencem, ez a gyönyörűséges derejemetélő, íme, mutatnám így is, nagyon-nagyon szép. Hát nem csoda egyébként, hogy ez az egyik kedvencem, mert hogy személyes kötődésem van ezzel a tárgyal. Ez nagymamám, illetve dédnagymamám derejemetélője volt. Nagymama őrizte meg, adta tovább anyukámnak, és én pedig felújítottam. Erről is láthattok egy videót, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogy készült. Igazából csak ez a felső rész volt meg, ezt az egész nyél szekciót, ezt már én készítettem. Szerintem nagyon szép lett. És ezért szeretem én egyébként ezeket a klasszikus dolgokat, mert nézzétek meg, tehát és az a baj, hogy ahogy haladunk a korban előrefelé, egyre inkább egyszerűbbek és sokkal silányabbak a dolgok. De akkor jön egy másik személyes kedvenc is, ez pedig nem más, mint nagypapám konyha kése. Ezt nagypapám egy kaszából készítette. Ő is egyébként egy ilyen barkácsolós, ezermester beállítottságú emberke volt. Sajnos nem volt alkalmam megismerni, mert nagyon korán elment. Viszont szerintem rengeteg dolgot örököltem tőle. Tehát például ezt a hajlamot, vagy ezt az érzéket, vagy készséget. Ezt a kést is már én újítottam fel. Eléggé rozsdás volt, hát sajnos ugye ezek a kaszák nem rozsdamentes acélból készültek. Én nem is fogdosom tovább, mert akár még tényleg az emberi kéz érintésétől is képesek elszíneződni, vagy akár elrozsdásodni. Így azért megmutatom közelebbről. Készítettem hozzá egy ilyen mikarta nyelet, illetve, ugye láthatjátok ezeket a kis résztüskéket, és ugye nagyon szépen felcsiszoltam, és adtam neki élet. Ezt én egyébként ilyen nagyobb dinnyéknek a felvágására, illetve felszeletelésére szoktam használni, de akkor is szigorúan úgy, hogy azonnal el kell mosni, és enyhén olajozva kell eltenni, mert különben tényleg berostásodik. És ha már kés, akkor ne feledkezzünk meg a bicskáról, ami ugye régen a vidéki ember, a parasztember mindennapjaihoz tartozott, tényleg ezt minden nap magukkal hordták, de ugye nem feltétlenül ebben a változatban sajnos bugyli bicskám nincsen, mert az lenne az igazán autentikus, a népművészetileg is elfogadott klasszik. Ez egy sima bicska, de attól függetlenül ez is már klasszikusnak számít. A lényeg, hogy ezt nem azért hordták maguknál, hogy most akkor elő lehessen kapni a bökőt, illetve nem olyanokból kapták elő a bökőt, hogy most ők keménykedjenek, vagy kötözködjenek. Egy nap során rengetegszer használták. Tehát, hogyha annak idején létezett volna mondjuk YouTube, és ilyen EDC videókat csináltak volna, tudjátok, ez az everyday care, tehát hogy ez a mi van nálad minden nap típusú videó, akkor ezt biztos, hogy megmutogatták volna a paraszt emberek. Az egész napos munka során ezt folyamatosan használni kellett, úgyhogy ezért volt mindig náluk bicska. Egy kis különleges érdekesség, ez a kis húsvilla. Ezt ugye nagyobb húsok felvételére használták, szépen ki lehetett emelni vele a tálaló edényből, és a tányér fölé érve, ezt csak így össze kellett nyomni, és akkor egész egyszerűen
letolta a villáról a hús. Nem tudom egyébként, hogy ezek az időjárási jelző dolgok mennyire számítanak háztartási eszköznek, de tök mindegy, itt vannak, úgyhogy most már bemutatom őket. Ez egy barométer például, láthatjátok, nagyon-nagyon szép kis darab. Most azt mutatja, hogy változó idő van, ami teljesen fedi a valóságot, mert hát kint csöpörög az eső, úgyhogy tényleg változó idő van. És akkor szerintem ezt nagyon sokan felismerik, mert hogy sok embernél volt ez, mint ahogy nálunk is. Ez pontosan az a példány, ami nálunk gyerekkoromban ki volt rakva, csak hogy időközben ez azért rendesen szétesett, atomjaira hullott, úgymond. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy én ezt hogy restauráltam meg, akkor erről is találtok egy videót a csatornámon. A lényeg, hogy ez úgy működött, ezt akkor még nem tudtam, azóta már utána olvastam. Tehát itt ezen a kis, ez a kémény, ezzel egyrészt lehet állítani a dolgot, lehet finomítani. Másrészt pedig ott van egy gyapjú szál, amivel ez az egész össze van kötve, ugye meg van sodorva, és hogyha megszívja magát nedvességgel, ugye akkor a sodrás iránynak megfelelően, akkor a bácsikát hozza elő a nagy kabátba, vagy a kalapba, hogyha kevesebb a nedvesség, akkor meg a néni jön elő a virággal. És akkor most hadd mutassak nektek még egy olyan dolgot, amire szerintem a mai fiatalok azt mondják, hogy ez meg mi a franc? Ez egy kotyogós kávéfőző, és nagyon-nagyon sokat volt használva, ez azért szerintem látszik rajta. És ezeknek az antik cuccoknak ez még egy nagyon fontos, hasznos tulajdonság, amit még nem mondtam el, hogy ha egy ilyened volt, akkor minimum egy generációt ezek bizony kiszolgáltak simán, de leginkább kettőt, vagy hármat, vagy akármennyit. És akkor itt megint a különbség, így mutatnám, hogy mennyivel élettel telibb tényleg egy részből és fából készült dolog, mint egy alumíniumból, meg bakelitből készült dolog. Tehát tényleg nézzétek meg ezt a gyönyörű, klasszikus verején megtérőt. Ezt azt kell, hogy mondjam, hogy olyan szépen kidolgozott, hogy már-már műalkotásnak is mondható, vagy akár ez a kis borsdaráló, mert ez egy borsdaráló, ide kell betölteni a borsot. Ez igazából nem fiókos, ez itt csak egy ilyen kis kamufiók, itt alul jön ki a bors, és akkor ezt így kellett így megtekerni. Most nem tekerem meg, mert tele van borssal, nem akarom, hogy minden tiszta bors legyen. Így is már kihullott oda. Ez szintén egy borsdaráló, ez egy ilyen hordó alakú, ugyanúgy ott kell megtölteni, tekerni, és akkor működik. Ismét egy eszköz, amire mondhatjátok azt, hogy ez meg a franc. És ha én azt mondom erre, hogy ez egy szamovár, akkor még mindig azt fogjátok mondani, hogy ez meg mi a franc. Hát, kedveském, akkor mondom magyarul, ez egy tejafőző, orosz tejafőző. Ehhez hozzátartozik az, hogy voltak itt nekünk ilyen vendégeink, szovjet-orosz elvtársak, akik hát sajnos etikát nem nagyon tanultak, így nem tudták, hogy mikor kell, vagy mikor illik távozni egy vendégségből. Úgyhogy egy ilyen laza 40 évig itt baszták a rezet, finoman szólva. De közben azért, hogy valami jó is legyen benne, azért hoztak magukkal egy kis kultúrát is, amit azért nem kell megtagadni, hogy szép. Tehát például ez a szamovár azért szép. Ezt ne úgy képzeljétek el, ez egy miniatűr változat. Az eredeti szamovár azért, tehát itt van, nincs messze, ott van a szekrény tetején, csak nem akartam behozni, mert így a fél asztalt elfoglalta volna, mert ez kb. Ilyen ekkora, ilyen másfél vagy két literes, tehát ez csak egy ilyen kis játékszamovár. A lényeg az, hogy ezek elektronosak voltak, azt is már utólag én szereztem be, azt egy bolhapiacon azt hiszem, mert hogy tényleg szép. Régen létezett olyan szamovár is, aminek az aljába, itt ezen az alsó részen egy ilyen pici kis kályhaszerű valami volt. Ez is olyasmi,
amit nem biztos, hogy mindenki felismer. Mielőtt nagyon találgatnátok, elárulom, ez egy gyertya oltogató, vagy más néven gyertya koppintó. Íme egy szépséges kis gyertyatartó benne a gyertyával, ugye. Hát ugye itt megint az a téma, hogy mivel nem volt elektromosság, valamivel világítani kellett, és hát a gyertya volt a legolcsóbb megoldás, és ez volt ez a kis koppintó, így rákoppintottak, és ugye mivel nem kapott oxigént a láng, ezért elaludt, úgyhogy ez így működött ez a dolog. A gyertyán kívül azért használtak más világítást is, ezek voltak a petróleum lámpák, azért ez már egy komolyabb dolog volt, hosszabb ideig is tudott világítani, meg eloltani is könnyebb volt. Ez szintén csak egy dísz verzió, ennél ugye lényegesen nagyobbak voltak. Én a nagyobb petróleum lámpámat azt már átalakítottam, erről is láthattok egy külön videót, egy ilyen Edison égős megoldást csináltam belőle. De a lényeget ezen is tudom szemléltetni. Ott látható a tartályrész, ebbe töltötték a petróleumot, ott van a kanóc, ami ide fölmegy, és akkor ezzel a kis tekerentyűvel lehetett szabályozni. Adagolni is kellett egyébként néha a kanócot, mert egy idő után azért leégett. Ez volt egyébként a lakásba való verzió, ezt azért el lehetett fújni, és akkor volt egy kültéri verzió, amit úgy is hívtak, hogy viharlámpa. Na most ez így nézett ki. Ez már azért sokkal strapabíróbb volt, és igen erősen ellenállt a szélnek. Most ezt ilyen rafináltan kellett kinyitni, így ki lehetett billenteni az üvegét, és akkor így lehetett meggyújtani is, meg eloltani is. És akkor utána ez elméletileg állt a sarat, illetve a szelet. Ennek is itt volt ez a tekerentyű része, itt lehetett betölteni, és mint láthatjátok, ezt most így megmutatom nektek így közelebbről, tehát ott van Made in Hungary, Lampart 597, és a Lampartnak a logója, a Lampart gyárnak, meg ez oldalon is. Ez egy nagyon-nagyon szép antik darab, ezt szintén én újítottam fel, és erről sajnos szintén nem készült videó, mert ezt is még abban az időszakban csináltam, amikor még nem videóztam. Következzen megint egy pár olyan darab, amit nem biztos, hogy sokan felismernek. Tehát nem tudom, én erre azt mondanám, hogy töltényhüvely, vagy ilyesmi. Ez egy kávé daráló, méghozzá egy utazó kávé daráló. Ezt a kis tekerentyűt, ezt így le is lehet szedni róla, úgyhogy így még jobban elfér. Sőt, ezt ugye így ki lehet hajtani, és akkor így lehet tekerni magát a darálót. Itt ezen a felső részen, ami most nem fog kinyílni, itt kellett betölteni a kávét, és akkor ide került a kész leűrölt adag. Ezt egyébként, hogyha követitek a másik csatornámat, a főzős csatornát, akkor elég sokszor láthattátok már ezt a kis készüléket, mert hogy mindig ott van a háttérben, mint dísz. Itt ez a legtöbb cucc egyébként tényleg már csak dísznek való, nem nagyon szoktam őket használni. És itt megint visszatérnék arra, hogy ugye idővel minden sokkal egyszerűbb és sokkal silányabb lett. Ugye ez főleg a sorozatgyártásnak köszönhető. Itt van ennek az utazó kávédarálónak egy későbbi verziója. Ezt láthatjátok, ez már alumínium, nem réz, és nem olyan szép díszes kidolgozású. Azt, bocsánat, elfelejtettem megmutatni. Azért, tehát itt, hogy ott van a kávé, itt ilyen repülőszőnyegen, ott van a Aladdin, meg a hercegnő, meg alattuk a város. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon szép, tényleg ilyen arab stílusú mintázattal ellátott kis műremek, mondhatnánk. És akkor ez az egyszerű verzió, ez már tényleg csak ilyen funkciójában hasonló, de sokkal egyszerűbb valami. Ezen legalább tudom szemléltetni, hogy oda kellett a kávét beönteni.
És ha már ugye klasszik dolgok meg néz, akkor itt láthatjátok ezt a gyönyörű mozsarat. Hát ebből se sajnálták még az anyagot, meg ebből se sajnálták még a dizájnt. Tényleg egy gyönyörű kidolgozású valami. Hát ma már ugye az elektromos aprítók ezek helyett is mindent elintéznek. Ettől függetlenül én nagyon szeretem használni a mozsarakat, és szoktam is használni őket. Akár a rézmozsarat, akár kőmozsarat, van egy kisebb gyűjteményem amúgy. És akkor következzen egy érdekesség. Ez bizony, kedveskéim, nem egy római lelet. Ez egy ásványvizes palack. És akkor itt van még egy ilyen érdekesség, ami azért érdekes, mert egészen más technikai megoldás, mint amit mi megszoktunk, mert hogy nálunk, ugye, tehát a Magyarország területén általában az volt a klasszikus, illetve elterjedt mérlegfajta, ami ez a két serpenyős mérleg volt. És ugye az egyik serpenyőre tettük magát a mérendő cuccot, a másik serpenyőre pedig különböző méretű súlyokat kellett pakolni, addig, amíg ki nem egyenlítődött a mérleg. Na most főleg a sváb nemzetiségeknél volt elterjedt ez a rugós mérleg, ami szerintem egy baromi jó ötlet. Tehát sokkal jobb, mint még súlyokat pakolgatni, meg minden. Itt tényleg csak ráteszed azt, amit mérni akarsz, és már mutatja is egészen 5 kilóig, amit meg akarsz mérni. Ezt én valami aukciós oldalon vettem annak idején, amikor még lehetett ilyeneket kapni. Egyébként a rézmozsarat is úgy vettem, az pedig valamelyik, azt talán még a Pecsába. Mikor még létezett a Pecsába. Egyáltalán létezett a Pecsa, és létezett benne ilyen, hogy Bolha piac, azt még ott vettem. Ez pedig tényleg egy online aukciós oldalon. Egyiket se bántam meg, mert tényleg mind a kettőt használom a mai napig. A mérleget azt rengetegszer, tehát ezt is láthattátok a másik csatornámon már nagyon sokszor, mert tényleg napi szinten használom a főzéshez. És egyébként tényleg nagyon szeretem, mert gyönyörű, nézzétek meg ezt az öntött vas kis pofáját neki, nagyon szép a skálázás, és nagyon szépen van megcsinálva. És a mai napig hibátlanul pontosan mér. A mai mérlegeken, tehát a digitális mérlegeken van ilyen tárfunkció. Na itt szintén van egy ilyen, ha ráteszek valamit, akkor ezt le lehet vonatni vele, és akkor ténylegesen csak a belekerülő dolgokat fogja mérni. Még egy-két dolog van, amit itt szeretnék nektek bemutatni. Íme egy klasszikus szódás szifon. Na itt is az anyagról szeretnék nektek beszélni. Tehát az, hogy nézzétek meg, hogy a régen nem sajnálták ki az anyagot semmiből. Ez az üveg, ez nagyon nehéz, hát most meg nem mondom. Ja, de én meg tudom nektek mondani pontosan, hogy hány kilós. Tehát több mint másfél kiló, majdnem 2 kiló az üres szódás üveg, mert hogy körülbelül 1 centi a fal vastagság, és hát majdhogy nem 2 centi a talpának a vastagsága. És akkor ebből, ugye, ahogy fejlődött a dolog, meg a technika, ebből következett az a szódás üveg, amit már saját magunk tudtunk tölteni szifon segítségével. Hát ma már ilyeneket se sűrűn látnak a fiatalok, mert most már inkább ugye ezek a szódagépek léteznek. Ez a klasszikus hálós darab, ez egy gyönyörű darab, ezt is én úgy szereztem utólag, és nagyon-nagyon örültem, amikor sikerült hozzá párba szereznem egy ilyen habszifont is. Tehát ma már ezt se tudják a mai fiatalok, hogy régen nem úgy vettük a tejszínhabot, hogy bementünk a szupermarketbe és lemehettük a polcról, mert nem is volt még ilyen, hogy szupermarket, éppen hogy csak közértek voltak. Szóval ehhez is létezett külön egy ilyen kis szifon. Annyi volt a különbség, hogy ugye ebben nem vizet kellett önteni, hanem tejszínt, és akkor ide volt egy habpatron, szépen be kellett csavarni, és akkor ezt így fejjel lefele állítva kellett kifele nyomni, és akkor nézzétek meg itt a fej, az ilyen kis szétnyílós, ez azért volt, hogy ne fröcsköljön szanaszét a hab, hanem egy irányba szépen ment. De mai napig ez a dizájn nekem egyébként annyira tetszik,
És ha van még rajtam kívül hasonló fanatikus, aki szeretne szódát inni így, tehát ezzel a módszerrel, akkor elárulom. Én nagyon-nagyon sokat keresgéltem hozzá, mert természetesen a gumi tömítései azok el voltak használva, el voltak rohadva. Mindenféle barkácsáruházba, mindenféle ilyen helyi kisboltba, vizesboltba, stb. Sehol nem találtam hozzá tömítő készletet. Még nem egyszer bementem egy egyszerű kínai boltba, és úgy képzeljétek el, hogy ott nem csak ehhez, hanem még a hagyományos kotyogós kávéfőzőkhöz is voltak komplett készletek. Tehát ilyen szódás szifon készletet például olyat kaptam, amiben három különböző fajtához voltak komplett készletek egybe. Úgyhogy ha szeretnétek ilyet használni, vagy ilyet felújítani, akkor érdemes a kínai boltokba benézni. Végezetül, de nem utolsó sorban, még egy ilyen régi klasszikus szeretnék nektek bemutatni, szerintem erre is nagyon-nagyon sokan emlékeznek. Hát azért régen nem sajnálták az anyagot, most már azért az alumínium is elég drágának számít. Ez egy kukta. Régen ilyenekbe főztek, nagyanyáink. Most nézzétek meg, ezt így szépen, ha kinyitom, ez úgy működött, hogy ezt így el kell fordítani, így lehet kiemelni. És akkor, itt ráadásul nekem még ez is megvan, van egy ilyen kis leégés gátló betét. Ezt ha beleraktad, és mondjuk erre raktad rá mondjuk a csülköt, vagy bármit, amit meg akartál benne főzni, utána ezt is szépen visszazártad, és ez úgy zár egyébként, hogy itt ezt így rá kell szorítani, és akkor ugye ez így lezár. Itt van a tetején ez a kis szelep. Ezt a nyomás, hogyha felnyomja, akkor ugye tud távozni a túl sok kőz. No hát én úgy gondolom, hogy szerencse, hogy még hirtelen nem találtam más dolgot, amit ide tudnék hozni, mert így is szerintem ez már bőven elég egy videóra, ez a mennyiség, meg amennyit így sztorizgattam róluk. Ettől függetlenül én nagyon remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha esetleg nektek van olyan klasszikus háztartási eszközötök, vagy ilyen, inkább azt mondom, hogy antik, amit vagy a mai napig nagyon szerettek használni, akár azért, mert szintén ilyen rokoni szálak, kötődések fűznek hozzá, vagy csak azért, mert egyszerűen szeretitek, vagy mert szintén büszkék vagytok arra, hogy ti szereztétek valahol, akkor azt mindenképpen írjátok meg nekem kommentbe. Hogyha tetszett a videó, akkor ezt többféleképpen jelezhetitek. Hogyha úgy gondoljátok, hogy másnak is tetszett, akkor nyugodtan osszátok meg vele. Illetve ha nem szeretnétek lemaradni hasonló tartalmakról, például a barkácsolás alapok tanfolyam következő epizódjáról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én köszönöm szépen a mai figyelmeteket, sziasztok!